Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Zavarba bájt, hogy ilyen sokan eljöttek és ilyen sokat vártak rám. Remélem, hogy hogy nem is tudom, hogy tudok-e én többet, mint önök. De megkísérlem a lehetetlent. A témánk ma a Trianoni Békek szerződés, és ennek utóélete, revíziója. Alapvetően az előtörténetéről nem szeretnék túlságosan sokat szólni. Az egész kérdés sok szempontból vizsgálható. Az egyik nyilván mozgásterek és kényszerpályák kérdése, a másik pedig a trauma vagy a neurózis. Mind a kettőről szeretnék beszélni. Ez a kép ugye ezt a historikus helyszínt mutatja, ahol a magyar turisták ma is elvetődnek néha, és ott nem tetszésüknek adnak hangot azzal, amit a békekötésről gondolnak. Elterjedt ugye az a kifejezés, hogy ez egy béke diktátum, ami azért érdekes, mert akik ezt használják, azok a második bécsi békediktátumról, vagy az első bécsi békediktátumról sose beszélnek, azok ebben az esetben még döntésnek szoktak számítani. Ez azért nagyon érdekes és nagyon fontos is, mert a nyelv magában determináló tényező, minden békekötés úgy jön általában létre, hogy valaki veszít, és valaki nyer. Ebből adódóan elvileg minden békekötés úgymond diktált béke. Ez az előadás azonban szeretne ahhoz is adalékokkal szolgálni, hogy ez a diktálás ez nem a világ legrosszabb béke diktálása volt, illetve hogy ez nem egy olyan egyszerű fekete-fehér történet, ahol a győztes a legyőzöttre az akaratát 150 ban rá tudja kényszeríteni. Mindez nem jelenti azt, hogy ez a trianoni béke ne lett volna egy nemzeti katasztrófa. Nem jelenti azt, hogy ez ne okozna máig is súlyos sebeket. És nem jelenti, nem jelenti azt sem, amit más előadásban is már említettem, és még valószínűleg említeni fogok, hogy bizonyos elemei mind a napig mérgezik azt gondolom a magyar közéletet, méghozzá több ponton is. De a legfontosabb pontja ennek a békének az, hogy korábban, amikor úgymond békét kötöttek, ezeknek a békekötéseknek nem volt szerves része, hogy a győztes deklarálja a legyőzött felett azt, hogy ő erkölcsileg magasabb rendű, és ennek az erkölcsi magasabb rendűségnek a nevében hoz most valamilyen végső vagy végsőnek szánt ítéletet. Ez a, legelső olyan béke, amikor ez megtörténik, ez a más, ez első világháborút lezáró békekötések sorozata. Korábban ugye a gyarmati háborúknál úgymond magától értetődő volt az, hogy az, aki pacifikálja a indiánokkal, feketékkel, sárgákkal, bárkikkel szemben a területet, annak úgymond civilizatórikus előjogai vannak, és azért háborúzik. Az egymás közötti háborúk pedig, amik a, egészen a legújabb korig zajlottak, nem tartalmaztak egy olyan klauzulát, hogy valakinek egyébként erkölcsileg is úgymond igaza volt, még a másik erkölcsileg bűnös. Ez azzal is összefüggött, hogy elvileg minden uralkodónak joga van a háborúhoz, ez a Jus ad bellum kérdése, tehát az önmagában, hogy egy uralkodó úgy dönt, hogy megtámadja a másik országot, ez, ez nem jogsértő, nem létezett nemzetközi jog, ami tiltotta volna azt, hogy vitás kérdéseket háborúval intézenek el. Az első olyan béke, amely azonban fellépett azzal az igényel, hogy egy nemzetközi szervezetet hozzon létre, amely a háborúskodást úgymond kiiktatja a politika legitim eszközeiből, ez a trianoni, pontosabban a Versailles környéki békék egyik produktuma volt, és ennek egy nagyon fontos pontja volt ugye a háborús felelősség megnevezése is. Ami ebben az esetben természetesen azt jelentette, hogy a háborús, háborúért csak is, és kizárólag a vesztesek felelősek, és ez a felelősség nagyon sok mindenben manifestálódott, például olyan előírásokba is, hogy a veszteseknek a sírkeresztjének fekete színűnek kellett lennie a katonai temetőben a győzteseknek, meg fehér. Tehát viszonylag messze le lett ez zongorázva, és nem csoda, hogy az a béke, amit egyrészt magas morális elvek nevébe hoznak meg, miközben a békét elszenvedők számtalanokkal hivatkozhattak arra, hogy ez egy igazságtalanság, ami velük történik, ez kezdettől fogva megmérgezte magát az eszmét, azaz a liberális demokráciákat is, amelyek ezt a békét igazából kitalálták. Fontos azonban elmondani azt, hogy minden legújabbkori narratívával szemben, ami arról szól, hogy itt a nyugat úgymond ráröltet valamit a legyőzöttekre, a nyugat ebben a békekötésben egyáltalán nem volt egységes. Ez ott is lemérhető, hogy például az amerikai Egyesült Államok magát a békét nem ratifikálta, Lengyelország csak sokkal később, de ennek a békének a pontjairól az angol és a francia törvényhozásba eléggé heves viták zajlottak, rengeteg kritikus hang jelent erről meg, kezdettől fogva voltak hangok, amelyek kétségbe vonták ennek az egész békeműnek az igazságosságát és jogosságát, és ahogy ezt majd mutatni is fogom, a dolog nem egészen úgy sült el, mint ahogy azt egyébként a közvetlen győztesek szerették volna. Mindez azért nagyon fontos, mert félrevezető elképzelnünk egy, mindegy kövér clemenceau aki egy karosszékből eldöntött mindent az utolsó betűig, majd ez végre lett hajtva, mint egy, mint egy ilyen cári ukáz, úgymond a, Különböző hivatalnokok szerint ez a béke is, bármennyire is furcsa, egy kompromisszumokkal és tárgyalásokkal spékelt béke volt, még akkor is, és ismét hangsúlyoznom kell ezt, hogyha ez Magyarország számára nemzeti katasztrófát is jelentett. A másik kérdés, és ez is elég fontos, hogy vajon miről beszélünk mi most egyáltalán? Traumáról vagy neurózisról? Ez azért egy fontos kérdés, mert mégiscsak 102 éve történt ez az egész esemény. Az itt ülők egyikét se érinti. Az itt ülők ö, szülei is feltehetően már csak családi emlékként hallhattak arról, hogy 1920-ban mi történt a családjukkal. Tehát gondolhattuk volna, vagy gondolhatnánk elvileg, hogy ez mégiscsak már nem kellene, hogy annyira fájjon. Volt erről egyébként köztem és Kovács Éva között az élet és irodalom hasábbjain egy vita is, amelyben a felek, ezt majd önöknek kell kitalálni, hogy ki mi mellett érveltek, hogy vagy trauma, vagy neurózis. Minden esetre tény, hogy még Ausztriát a Versailles környéki békék, az ő esetükben a saint béke egyáltalán nem foglalkoztatja, tehát ha egyszerű osztrákhoz oda mennek és felteszik a kérdést, hogy ez problémát jelente az ő mindennapjai számára, valószínűleg nem is fogja érteni a kérdést, és ezzel sokan mások is így lennének. Ezzel szemben Magyarországon azért a trianon szóval valószínűleg még mint a mindenki tudsz kezdeni valamit. Ki ezt, ki azt. Ez a nagy, nagyon nagy különbség önmagában is érdekes, nyilván könnyen elmagyarázható miért, hiszen a az osztrák nemzeti tudatot 1945 óta éppensége az a fikció élteti, hogy ők nem németek, és hogy ahhoz, ami történt 1945-ig, ahhoz nekik kevesebb közük van, mert hogy alapvetően azt Németország csinálta, és a főszereplő az valójában nem is Braun született igazából, hanem Berlinben. Ezt a történetet nyilván kényelmes volt előadni 1945 után, és a az osztrák önazonosság pont a második világháború szörnyűségeinek köszönhetően jött létre, de 1938 előtt ez nem teljesen így volt, akkor azért ez az osztrákoknak is fájt, de természetesen másképp fájt, mint, 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 mint a magyar politikának, és ennek a területi veszteségek arányai, illetve a veszteség jellege azokkal. Mondhatják ugyan az osztrákok, hogy ők többet vesztettek, mert négyzetkilométerben nézve az örökös tartományok nagyobbak. Mondhatják azt, hogy nem csak négyzetkilométerben, hanem népességbe is az a arányaiba az a rengeteg német, aki nem tartozott ezen túl az osztrák-magyar monarchiához, az igazából több. Csak Csehországban 3,5 millió emberről beszélünk, miközben Ausztria lakossága ebben az időben, ha jól emlékszem, 6 millió fő volt. Azonban Csehországnak volt egy ezer éves államisága, és azok a németek, akik ott éltek, azok nem abban a fikcióban éltek, hogy ők egy német örökös tartományban vannak, német jellege lett nyilván bizonyos városainak a szudéta vidéken, de maga Csehország mint történelmi entitás azért az egy létező dolog volt, és a szent béke egyébként a történelmi Ausztria határait azt csak Tirol, illetve Szlovénia esetében érintette fájdalmasan, és ennek az arányai messze nem voltak olyanok, mint a magyar eset. A neurózis, illetve a trauma kapcsán érdemes azért megnézni néhány adatot. Én próbáltam adatsorokat készíteni arról, hogy például Erdély és vagy hogy a pontosság -e kedvér így fogalmazzunk, etnikai viszonyai hogyan alakultak, és azt leáthatjuk ezen a táblázaton, hogy a magyarságnak egyrészt a száma abszolút értékben is jelentősen csökken, az aránya pedig konkrétan megfeleződik. Van egy másik statisztika is, a Ferencvárosban készült egy Installáció formájában is 150 köztéri növénynek a ládáján, vagy a 100 köztéri növény ládáján egy-egy magyar város ö, magyar lakossága szerepel 1910 és 2010 között. Itt csak néhányat választottam ki. Ez a számsor is azért egy egész elképesztő változást mutat. Nagyvárad 99%-ról 23%-ra esik le. Ö, Torda 72-ről 9-re, Kassa 73-ról 3-ra, és 42-ről 0-ra. Ez a sor viszonylag hosszan folytatható. Természetesen a világ történelem szempontjából bizonyára teljesen mindegy, hogy Nagyváradon vagy Semmezbányán beszél nekem magyarul, vagy nem. A mi szempontunkból, és itt amellett érvelnék, és akkor mégis fel kell fednem a kártyáimat, azért mégse teljesen mindegy, mert nagyon nehéz számunkra ezt nem vesztességként megélni. És éppen ezért azt gondolom, hogy ez nem csak a neurózis kifejezéssel írható le, hanem a traumával is, mert ez egy gyászmunka. Egy gyászmunka, amit mindenképp akkor is meg kell tennünk, hogyha már egyetlen egy magyarnak az érdekeit nem sértik, úgymond az utódállamok. Van egy másik szempont, amiről már szóltam egy pár szót, hogy hogy nézett ki ez a béke a kompromisszumok szempontjából, és akkor érdemes megnézni ezt a térképet. A térképen láthatóak a szomszédos országok maximális területi követelései. Ezek néha átfették egymást, így például a. Azt mondja, itt a koridor esetében az, hogy mi kerüljön Csehszlovákiához, illetve mi Jugoszláviához, az egy vita kérdés volt, és ugyanúgy vita kérdés volt a Bánát is, Románia és a szerb horvát szlovén királyság között, de azt látjuk, hogy a, a kutyapárt kisebb Magyarországot plakátjához hasonlóan létre tudott volna jönni egy a mainál is jelentősen kisebb Magyarország akkor, amennyiben a békekötéskor a győztesek minden békekövetelést, amit a szomszédos országok támasztanak, elfogadnak. De nem ez történt. Nem fogadták ezeket minden el, és éppen ezért a határ ma például nem Debrecennél húzódik. És ami nagyon érdekes, mégis egy izgalmas szempont, próbálják meg képzeletükbe kitükrözni azokat a területeket, amit elvettek volna Magyarországtól, a határ túloldalára, mert hogyha ezt teszik, akkor azt fogják kapni úgy nagyjából, hogy amennyiben ezt kitükrözik, akkor az lett volna úgymond a, az az állapot, amikor létrejöhettek volna tényleg az etnikai magyar tömbökmenti határok. Tehát ezzel azt kívántam mondani, hogy a, a betükrözés és a kitükrözés közötti egyébként ez egy 50 százalékos kompromisszum valójához, valójában ahhoz képest, ami etnikailag a földet leszámítva, mert természetesen az nincsen benne a pakliba, meg lehetett volna tenni. Az, hogy mi veszett el Trianonban, ugyan szokott visszatérő fordulat, hogy elvesztettük erdeinket, meg először is nem. Én vesztettem el, és nem önök, hanem maximum azok, akik akkor ott voltak. De igazából ők se, ugyanis az erdők, a bányák, a rétek, azoké, akik megművelik. És azok alapvetően, ha csak nem voltak értelmiségiek, és ezért nem üzték el őket az utódállamok, ott maradtak. De ami érdekes, hogy mégiscsak az országnak mely részeit csatolták el, és mi az, ami maradt. Erről egészen 2018-ig nem voltak pontos adatok, ugyanis az ezzel kapcsolatos kutatások rendkívül hízagosak voltak csupán, és tartotta magát az a nézet, hogy a magyar fejlettség az alapvetően egy nyugat-keleti lejtést fog mutatni, és a keleti területek sokkal szegényebbek voltak, mint a nyugatiak. Viszont 2018-ban a Magyar Tudományos Akadémia végzett egy vizsgálatot, amit ennek a lényege ez a bizonyos győri féle fejlettségi index volt, ami összesen hat különböző faktort vett, amit az 1910-es népszámlálás kérdései is tartalmaztak, és ezt a hat faktort térképre vitték, és pedig egy földrajzi térképet, egy domborzati térképet csináltak ennek alapján a fejlettség mértékéről. Én azt gondolom, hogy ez a hat Különböző szempont viszonylag jó indikátora annak, hogy egy terület mennyire fejlett. Az eredmény, ez a térkép volt, amit itt látnak, ami azért érdekes, mert azt mutatja, hogy a Trianoni békeszerződés után nagyon fejletlen terület igazából nem maradt Magyarországon. A legfejletlenebb területek azok mind elkerültek hogyha ezt az államháztartás oldaláról néznénk, ez azt jelenti, hogy a korabbi, a 2000, bocsánat, az 1920 előtti állapothoz képest, amikor a szegényebb régiók nagyon jelentős mennyiségű folyamatos szociális transfert vettek igénybe a központtól, ennek a szociális transfernek a mennyiségeket 1920 után jelentősen lecsökkent. Más kérdés persze, hogy Magyarországnak jóvátételi kötelezettségei is voltak, tehát üzletileg a, nem kivennem azt állítani, hogy a trianoni béke az egy jó dolog volt cash flow szempontjából, ugyanis a magyar költségvetésnek folyamatosan kellett, elvileg az 1980-as évekig kellett volna háborús jóvátételt fizetni, de azt mindenképp állítom, hogy amennyiben ezt nem vennénk figyelembe, akkor fejlettség szempontjából a legfejlettebb területek zöme az Magyarországon maradt, és ez ahol igazából két kivétel van. Az egyik ez a Bácska, Bánát, Temesvár, Szabadka térsége, a másik pedig a Északon, ez a szlovákiai érchegység, amely szintén viszonylag fejlettebb, de az egészen ijesztő, hogy például Erdélyben csupán a az erdélyi száz városok magasodnak ilyen szigetszerű pontokként ki, illetve még Marosvásárhely, de leginkább Brassó és környéke, valamint a petrozsényi iparvidék, mint fejlettebb tészség, az összes többi mélyen fejletlennek minősíthető. Maguk az etnikai viszonyok, ha megnézzük azt, hogy mi az, ami maradt, és mi az, ami elszakadt, azért szintén érdekesek. Az egyik az, hogy mindennek dacára, Magyarország továbbra se lett egy teljesen homogén ország, ugyanis egy jelentős kisebbsége maradt. Erről másik előadáson fogok majd részletesen beszélni, ugye a magyarországi németek, de őket leszámítva csak ugyan a nemzetiségek szinte eltűntek. Ezzel szemben viszont a magyarság aránya egyetlen egy szomszédos országhoz került területen se volt 50 Jóval kevesebb volt annál, ilyen szempontból tehát mondhatjuk azt, hogy mind Erdélynek, mind Szlovákiának, mind a vajdaságnak egyértelműen nem magyar többsége volt. Már 1910-ben is, és ugye az 1910-es népszámlálás magyar szempontból a legkedvezőbb adatokkal rendelkező népszámlálás. Magát a békét kombinált érvek mentén hozták, mert amikor arról kellett dönteni, hogy Nagyvárad hová kerüljön, akkor ebben a diskurzusban természetesen a történelmi szempontok mellett megjelentek a gazdaságföldrajziak, valamint megjelentek a védelmiek is, és alapvetően a békekötés végén egy olyan konstrukció nyerte meg az angol-francia politikusok bizalmát, amelyik a kisantantot legalább belátható idő keresztül képessé tette arra, hogy mindenféle revizió, próbálkozást katonailag le tudjon verni. Ez döntött el, hogy mi hova kerül. De ami nagyon fontos, hogy a felek a béke szerződés során kölcsönösen mind kombinált évrendszert használtak. Senki sem mondta azt már a 1919-20-ban, hogy a népek önrendelkezési joga lenne az egyetlen egy szempont, amely alapján ezeket a határokat meg kell vonni mindenki, a magyar delegáció is történelmi érveket is felhozott, tehát, hogy mert a magyarság hamarabb települt itt le, mert történelmileg neki fontos mondjuk kassa, és itt tovább, és itt tovább. És akkor ennek kapcsán merül fel az, hogy a későbbi revizionista Argumentáció az miért problémás. Mint például ez a közismert kis levelezőlap, ami azzal próbálta szenzibilizálni, érzékenyíteni nyugat-európai országokat, hogyha velük is ugyanezt követték volna el, akkor ők hogyan jártak volna. A probléma nyilván az ezzel a történettel, hogy nem veszi figyelembe, hogy ennek a békének mégiscsak a racionális magja az volt, hogy Magyarország egy sok nemzetiségű állam volt, amelynek nemzetiségei nem kívántak a magyarokkal egy államba élni. Ezzel szemben Angliában ekkor még nem volt olyan típusú szeparatizmus egyáltalán, ami arra szolgált volna, hogy mondjuk Skócia külön váljon, vagy Vesz, bár ugye itt is az idők változhatnak. A magyar elit ezzel az egész történelmi katasztrófával nagyon sokáig semmit sem tudott kezdeni. Egy napló bejegyzést hoztam erre fel, Kozma Miklósét, aki azért érdekes számunkra, mert Vitéz Leveldi Kozma Miklós a hortikor hatalmi elitjének egy különlegesen izgalmas figurája. Először is egy értelmes ember, akinek volt érzéke a kortás művészetekhez, de legalábbis a kortárs zenéhez mindenképp, mert például Bartókot kifejezetten pártolta, illetve Kodályt, és mint a magyar táviratiroda vezetője egyébként komoly, komoly, befolyással is bírt, Horti Miklós 12 kapitányának egyike, aki tehát Szegedről indulva kísérte el a fővezért, és egy politikai bizalmasa. Tehát mindehhez képest, hogy Kozma személyében itt egy leginkább felvilágosult és művelt emberrel állunk szemben, 1922-ben a naplójában a következőt írja. Az, hogy én a magyar táviratiroda vezető helyére kerültem, egy pontja a nagy stratégiai felvonulásnak, melynek célja, akármi furcsán hangzik is, egy nagy, imperialista, gazdag Magyarország megalapítása. A szegedi események, a fővezér és ennek kormányzóvá történt megválasztása ideája és a megválasztandó új király eszméje mindez előre kijelölt etapja a nagy tervnek, mely Magyarországot a fekete tengertől az Adriáig tervezi. A magyar birodalmi gondolatot említette már egy a legelső előadásban, és csak ugyan itt is fel kell tennem a kérdést, amit nem tudok megválaszolni, hogy vajon Kozma Miklós mennyibe volt tisztában azzal, hogy amit leír, az teljes képtelenség. Hiszen a Fekete Tengernél magyar politikai érdekszféra az 500 éve nem volt, kivéve 1917 és 18 között, amikor a központi hatalmak le tudták verni Románia haderejét, azt se teljesen egyébként hozzá kell tennem, akkor egy darabig, Bizonyos strandokat lehet, hogy elérhettek a monarchia a katonái a Fekete-tenger mellett, de akkor is csak egy kis részét, és nem túlságosan sokáig. Önök mind ismerik bizonyára nem-nem-soha mindent vissza, illetve az egész Magyarország, Menyország és hasonló lózungokat, és itt érhető tetten a magyar politika legszörnyűbb bűne, amit azóta is egyébként Buzgón gyakorol, nevezetesen, hogy nyíltan teljes fikciókat és valótlanságokat tölt az állampolgárok fejébe. Trianon esetében ez egészen pontosan levezethető, ugyanis az érintettek, most nem Kozma Miklósra gondolok, hanem Betlen István, Gömbös Dula, Teleki Pál, mind pontosan tudták, hogy a történeti Magyarország visszaszerzése az politikailag nem reális program. De egyikük sem merte megmondani. Nem volt egy politikus sem, aki azt mondta volna, hogy ez a pap vári elemérné féle ima, amivel kezdődik az oktatás, hogy egész Magyarország Magyarország, hogy ez nem a legszerencsésebb ötlet. Nem volt egyetlen egy politikus sem, aki azt mondta volna mondjuk a magyar távilati irodának, amely filmhíradókat csinált, hogy a filmhíradókat nem azzal a képpel kellene kezdeni, amin az egész Szent Istványi határok kontúrjai villannak fel, mint egy kvázi politikai program, amit vissza lehet majd szerezni. Senki nem mert ezt felvállalni. Aki a legmesszebb ment ebben az egész kérdésben, furcsa módon, az nem más, mint Szálasi Ferenc volt. Mert bár Szálasi Ferenc is ragaszkodott úgymond, a határokhoz, és meglehetősen sajátos elképzelései voltak, de legalább odaig eljutott, hogy... A magyar nemzetállamot nem lehet megteremteni távlatilag sem a Szent Istváni határokon belül, és ezért hozta létre ezt a bizonyos hungária egyesült földek elképzelését, ami egyrészt arról mutat eléggé húsba vágó példákat, hogy mennyire nem volt tisztában az etnikai viszonyokkal, mert nagyon picikre vannak véve mondjuk ez a tótföld vagy a ruténföld ahhoz képest, hogy hol volt, a szlovákoknak, illetve a ruszinoknak egyébként többsége. Érdekes, hogy a Burgenlandot is egy önálló nemzetiségi területnek fogja fel. Szálasi Ferenc ezzel az ötletével, hogy egyáltalán nyíltan el tudta mondani belföldön, mert külföldön egyébként Betlehem, Gömbös, mindenki előadta a korlátozott revíziós elképzeléseit, csak belföldön nem. Tehát magyar újságokban ez nyíltan soha nem lett letárgyalva, ez kettős beszéd, talán nem ismeretlen önök számára, ez már akkor is a legteljesebb mértékben dívott. Szálasi volt az, aki úgymond becsületes magyar politikusként, ezzel előjött, nyomban óriási botrányt is kavart, és ami érdekes, hogy az ötletének nem az igazán embertelen részei verték ki a biztosítékot, azok ugyanis azok voltak, hogy... Egy esetleges revízió esetén, illetve amennyiben létrejön a Hungária Egyesült Földek, akkor ott ugye be kell tiltani az asszimilációt mindenkinek. Tehát, hogy a magyarok se asszimilálhatnak másokat, meg a románok se, senki, senkit, és ezt úgy lehet elérni, hogy mindenkinek optálnia kell valamilyen nemzet törzskönyvébe, ahova őt felveszik, és ezen a státuszán ő nem, választ, nem, nem változtathat. Tehát nincs szabad identitás választás attól fogva, hogy valakit beoptáltak valamelyik nemzet törzskönyvében. Nyilván a zsidók azok nem tartoztak ebbe a kategóriába, de a többiek. Ez, ez kevéssé okozott belpolitikai botrányt, mint, mint, az, hogy itt ő autonómiáról beszélt, és két nyilas képviselő 1940-ben, amikor egyébként egy nyilas népcsoport törvényt előtéreztettek, ők el is vesztették a mandátumukat, mert hogy eljárás indult ellenük. Amint ismeretes, 1938-tól újra eljött a mi időnk, azaz sor került különböző revíziókra, amelyet ez a kis térkép is mutat, ami, ami azóta is, hogy is mondjam, egy el nem múló emléke, azt gondolom mindenkinek, aki, akinek a családjában erről emlékek vannak, a bevonulások, egyebek. Azonban ugyanennek a az eseménysornak a kapcsán felmerülhet az, hogy mennyire tudta kihasználni az ország azokat a mozgástereket, amelyek rendelkezésére álltak, illetve hogy milyen típusú revíziós elképzelésekből jutottunk el egyáltalán idáig. A magyar külpolitika 1920 után a revíziót úgy képzelt el, hogy alapvetően nem egy politikai tömbre támaszkodva, hanem egy viszontbiztosításos módon. Ez azt jelenti, hogy a lehető legtöbb nagyhatalommal egyeztetett módon ö, nyer valamilyen felhatalmazást. A képlet egyszerű: az egyik oldalon állt Németország, Bulgária, Törökország, mint az első világháború vesztesei, a második oldalon álltak a nyertesek, és a revíziót ugye a magyar politika úgy szerette volna, hogy mind a vesztes, mind a vesztes tömb hagyja jóvá. Azt, ami történik. Az első eset, amikor felmerült a revízió lehetősége, 1938, és pedig annak kapcsán, hogy Adolf Hitler követeléseket támasztott a Szudéta vidék, vidék németsége miatt Csehszlovákia felé, és az angol-francia kormányzat belátta azt, hogy mégis hosszú távon fenntarthatatlan, hogy van egy ország, ahol 3,5 és fél millió állampolgár nem kíván ez az országhoz tartozni, ráadásul közvetlenül a határok mellett él, és éppen ezért létrejött a Müncheni Egyezmény, amely ezeket a német többségű területeit Csehszlovákiának Németországhoz csatolta. Hitler ennek kapcsán felvetette már előzetesen a magyar kormánynak, hogy közösen támadjuk meg úgymond Csehszlovákiát, azonban ezt a felvetését a magyar kormányzat pontosan Azért is visszautasította, mert nem kívánt részt venni egy olyan politikai konstrukcióban, aminek csak egy lába van. Mindenképp akkor még fontosnak tartották azt, hogy a francia és az angol jóváhagyás is megérkezzen. Az angol és francia jóváhagyás azonban nem érkezett meg, hanem helyette azt a, azt a javaslatot tartalmazta, hogy a felek állapodjanak meg egymással. Ez kevéssé ismert, hogy az első bécsi döntés előtt a Csehszlovák és a magyar kormány is tárgyalásokat folytatott arról, hogy hogy lehetne megoldani a területi vitákat. És nagyon érdekes, hogy a tárgyalási fordulók során a legvégén a csehszlovák fél eljutott oda, hogy önként felajánlotta annak a 93 át amit később az első bécsi döntés német és olasz segédlettel Magyarországnak juttatott. Gyakorlatilag igazából Kassa és környéke volt az az érzékeny pont, ahol a, a cseh-szlovák fél nem volt hajlandó koncesziókra, ami egyébként annyiból érthető is volt, hogy a Kassa környéke szlovák többségű, illetve a városnak a magyar többsége az egy viszonylag újkori fejlemény, legalábbis a nagyméretű magyar többsége egy újabb fejlemény volt, mert 1880-ban még csak 73% volt azt hiszem a magyarság aránya ott, a lényeg az, és ilyen szempontból érdekes ezt a dolgot vizsgálni, hogy ma azt gondolom, ebben a teremben mindenki elfogadta volna, vagy elfogadná ezt a 93%-os ajánlatot, annál is inkább, mert hogy a szlovákiai magyarság létszáma azóta radikálisan csökkent. Akkor ez nem volt elég. Pedig a akkori korabeli magyar politikai döntéshozók még a jobb kategóriába tartoztak, akik pontosan tudták, hogy a náci Németországra építeni kizárólagosan nem lehet, és éppen ezért, amikor az első bécsi döntést megkérték, mindent elkövettek annak érdekében, hogy ebbe valahogy a franciákat és a briteket is bevonják. Akik azt mondták, hogy minket ezt csináljátok ti, mi nem kívánunk ebben részt venni, utólag elfogadták egyébként, tehát nem tiltakoztak az eredmények ellen, sőt, a brit és francia szempontból még mindig jobb volt egy erősebb Magyarország, mint egy erős Szlovákia. Lévő Szlovákia a ban a németek mellé állt, míg Magyarország ekkor némi külpolitikai, külpolitikai mozgástérről tett tanulságot. Nem sokkal később ugyanez a történet magyar-román viszonylatban is lejátszódik. Az előzmény ugye az, hogy a Szovjetunió egy Ultimátumot intéz Romániának, hogy 48 órán belül vagy kiüríti a teljes beszarábiát, vagy pedig hát a dolgozók kénytelenek testvéreik segítségére sietni, mint az annyiszor közismert azóta. Románia teljesen képtelen volt arra, hogy ennek ellenálljon. Miután viszont volt egy precedens, a magyar kormány is bejelentette azt, hogy igényes érvényesíteni kívánja a területi igényeit, és elindult 1940. augusztusában a Turnus Severinben egy, először egy román-magyar bilaterális tárgyalás, ami azért izgalmas, mert mutatja itt is, hogy mibe tértek el a felek, és miben nem. Ugye a magyar minimális követelés 49.000 km volt, és mindenképp tartalmazta a székelyföldet, ami azt jelentette, hogy megoldhatatlan volt a magyar követelés teljesítése anélkül, hogy ne kerültek volna kompakt, nagy létszámú román etnikai tömbök is Magyarországhoz. Ezzel szemben a román maximális ajánlat 14.000 négyzetkilométer volt, ami alapvetően a párcium jó széles jelent, csíkiát jelentette, valamint egy székely autonómia garantálása. És ami érdekes, hogy ez a második bécsi döntés, ami azután jött létre, hogy a román és a magyar fél nem tudott megállapodni, és kölcsönösen döntő iráskodást kért, amiben Nagy-Britannia és Franciaország már csak azért se tudott részt venni, mert már hadviselő fél volt. Az olasz és a német koncepcióban eredetileg nem is volt akkora juttatás tervezve, mint ami megvalósult. Az a három forgatókönyv, amit találtam, mint sokkal, de sokkal kisebb területekről szólt, és Végül Hitler volt az, aki viszonylag spontán módon 43 ezer négyzetkilométer átadásáról döntött, és így került észak Magyarországhoz. A döntés érdekes módon mindkét fél számára, már magyar és román fél számára rendkívüli elégedetlenséget okozott. A román külügyminiszter konkrétan elájult, amikor megtudta ennek az eredményét. Teleki Pál pedig szintén teljesen kétségbe esett, nagyon érdekes politikus egyébként ő, aki a teljes szélsőséges irracionalitás és néha a teljes realitás talaján mozog, ugyanis ő pontosan látta, hogy a magyar közvélemény meg van őrülve, megveszett, mert mindenki totális revíziót akar, miközben a magyar politika még csak arra se képes, hogy azt a területet integrálja, amit már megkapott, itt elsősorban Kárpátaljára gondolok, ugyanis Kárpátalja esetében 1939-ben egy külön akcióval Magyarország tulajdonképpen imperialista módon elfogalt egy olyan terület sávot, aminek magyar lakossága nem volt, mert ez már a munkácsungvár vonal fölötti rész. Ráadásul még egy külön kis háborút folytatott Szlovákiával, azért, mert ennek a Kárpettaljának a nyugati határa nem volt pontosan definiált. És a hivatalos indoklás az az volt, hogy a Rutén nemzet az Magyarországhoz akar tartozni, erről az érintetteknek nem biztos, hogy ez volt a véleménye, de ami fontos, hogy volt egy ígéret, hogy lesz majd rutén területi autonómia, és külön pont Kozma Miklós lett a kormány kormánybiztos, akinek ezt végre kellett volna hajtania. Ezt az autonómiát egyébként korábban a csehszlovák kormányzat is megígérte a térségnek, és nem tartotta be, ugyanezt a nemes hagyományt folytatta a magyar állam is. Ez a táblázat mutatja azt, hogy hogyan változott Magyarország területének és népességének a száma és aránya, és itt azt látjuk, hogy ezek a revíziók egy, egy többé-kevésbé homogén jellegűbb államból egy multietnikus államot csináltak, csupán 77,4%-os magyar többséggel, amiről sejthető, hogy ez a konstrukció. Még világháború nélkül is nagyon nehezen lett volna tartható, különösen akkor, amikor a szomszédban más nemzetállamok elég erős szívóhatást fejtenek ki saját népcsoportjaikra. Ráadásul ezek a területi revíziók, itt látják is a százalékokat, esetenként egészen minimális magyar lakosságot jelentettek csupán. Mennyire abszurd helyzetek alakulhattak ki, a területi revíziók kapcsán, ez, talán ez a fénykép szemlélteti a legjobban, amin Spitzmér, ortodox főrabbi látható Besztercén 1940. szeptember 8-án, aki fogadja a bevonuló honvédeket, nyilván a hála jeléül, nyilván nem Spitzmér által kifüggesztett, de mégis keresztes zászló árnyékában. Ez az egész azért is egy nagyon jellemző kép, mert mutatja azt a tragédiát is, amit a visszakerült területek zsidósága élt át, hiszen nagyon sok erdélyi városban alapvetően azért tudott a magyarság még a 30-as évek elég brutális elrománosító törekvései mellett is többségben maradni, mert az erdélyi zsidók alapvetően magukat magyarnak vallották, illetve a magyar kultúra termékeit fogyasztották. Tehát fenntartották a színházat, az újságot, a kabarét, a kávéházat. 1944 az az év, amikor Magyarország saját maga csinált egy újabb trianont azzal, hogy ezek, ezen erdélyi városoknak a lakosságát, pontosabban annak a magyarságát megfelezte, megharmadolta, és ez azóta is látszik egyébként Nagyvárad, Szatmárnémet és Kolozsvár helyzetén. Szó szóval volt a mozgásterek és kényszerpályákról, aminek kapcsán azt érdemes elmondani egyrészt, hogy Ránki György történész volt az, aki Magyarország háborús helyzetét ezzel a két fogalommal kísérelte leírni, ami nagyon termékeny, hiszen Magyarország esetében egy kicsi országról van szó, amelynek nyilván vannak kényszerpályái, hiszen a mellette levő hatalmak és nagyhatalmak rendkívüli mértékben determinálják azt, hogy mit lehet tenni és mit nem. Azonban ezek a determinizmusok nem jelenthetnek teljes kényszert, mindig van valamilyen mozgástér, de hogy milyen mozgástér van, az ugye egy jó kérdés. És ha nézzük ezeket a kényszerpályákat, amit a magyar politika Trianon kapcsán. Ö, ö, megtapasztalt, akkor azt látjuk, hogy van egy politikai döntés, mondjuk az első, a második bécsi döntés, Kárpátalja, vagy az 1941-es délvidéki bevonulás. A döntés pillanatában a döntéshozóknak nem tűnik még fel, hogy a döntés később számukra kényszerpályát jelent, mert már nem tudnak mást cselekedni. Az első bécsi döntés esetén a magyar kormányzat még szuverénnek érezhette magát, annál is inkább, mert még a nyugati hatalmaktól semmiféle rosszallást nem kapott. Kárpátalja esetében ez a szuverenitás azért sérült, mert hogy csupán a németek, hogy is mondjam, nagy volt az, ami ezt az akciót lehetővé tette. Pontosan azért történt 1939. március 15-én a magyar támadás a maradék Kárpátalja irányába, mert Berlinből érkezett egy olyan üzenet, hogy most, amikor egyébként a németek a maradék Csehországot felszámolják, ti is úgymond szabad kezet kaptok. Ez rövid távon nem jelentett a nyugati hatalmak részéről olyan óriási rosszallást, Azért, mert hogy Szlovákia se volt egy demokratikusabb ország, mint Magyarország, de hosszú távon mindenképpen a magyar felet a németekkel szembeni lekötelezett helyzetbe kényszerítette. Ez pedig növelte az ö, a teljesen felesleges ö, kis háború, amiről már beszéltem, és ez folytatódik 1944 illetve 1941-gel, ahol maga a, a, dilemma konkrétan egy magyar miniszterelnök öngyilkosságához vezetett. Délvidék kapcsán ennek a kronológiája, és hogy hova fokozható egy történet az örök barátsági szerződéstől, szerintem nagyon tanulságos. Eleve önmagában nagyon tanulságos, hogy egy politikus olyan szerződést köt, amiben benne van az örök szó, mert hogy ez nem szokás. Tehát ez Teleki a viszonylag gyermeki elképzeléseit mutatja a politika csinálásának művészetéről, de azzal függött össze, hogy a, hogy is mondjam, a szomszédos országok hierarchiájában messze a szerbeké volt a legnagyobb, ami, ami legtöbb ázsióval rendelkezett, ez nyilván az első világháborús katonai teljesítményel is összefüggött. Ehhez képest, hogy egy örök barátsági szerződés kötnek, nem csak az a volt a probléma, hogy három hónappal később ezt nem létezőnek tekintették, amit egyébként lehetett jogilag alátámasztani azzal, hogy az a állam, amivel a szerződés kötötték, megszűnt, mert de facto tényleg megszűnt, sőt, de júre is megszűnt, hiszen Horvátország kikiáltotta az önállóságát. Tehát az, hogy Magyarország is érvényesíti bizonyos érdekeit, ez teljesen érthető lett volna ebbe a helyzetbe. Azonban az az ötlet, hogy Magyarországnak egy adriai kikötő is jár, sőt nem csak a kikötő jár, hanem egy, egy külön útvonal is a kikötőz, szerintem nem következik szervesen abból a politikai helyzetből, ami akkor volt. Ellenben Horti Miklós mégis így gondolta, és nem csak ő. Valamint az az ötlet sem következett ebből, hogy egy egy nagyszabású ki- és áttelepítési akció induljon, ami csak azért nem tudott a maga szörnyűségébe legteljesebb mértékben kibontakozni, mert a német fél nem engedte, de a magyar politika eredetileg 200 ezer embert ki akart telepíteni a vajdaságból. Képzeljük el azt, hogy hova vezetett volna, mi lett volna ott 1944 őszén, hogyha ezt 1940-ben végrehajtják, vagy 41-ben végrehajtják. A másik része a még erősebb németek fel történő lekötelezés, lekötelezettség, amit a bánát lebegtetésével értek el, azt ugye, ugyanis a németek megszállták, és azt mondták, hogy majd később eldöntik, hogy Románia vagy Magyarország kapja, holott egyébként a bánátnak nem volt magyar többsége. Illetve a Muravidék, amelyet megkapott Magyarország, miközben csak 10% volt ott a magyar lakosság, és hát itt beszélni kell magáról a magyar közigazgatásról, illetve ennek a megszállásnak a mellék körülményeiről. Az a magyar köztudatban viszonylag ismert, hogy voltak hidegnapok 42-ben, illetve a 44-es terror, a szerb partizán terror is ismeretes, azonban az kevésbé, hogy 1941. áprilisában ennek a bevonulásnak alsó hangon 1500 civil áldozata volt. Rengeteg fotó van Amin agyonlőtt nők, gyerekek is láthatóak, és érdekes módon ekkor kezdtek terjedni egyfajta pornográf szuvenírként a kivégzés fotók, mint egy ilyen katonai kabalatárgy. Tartok tőle, hogy ez azóta is egy létező műfaj lehet. Minden esetre olyan feliratta, hogy Csetnik vesztőhely. Én láttam több olyan képet, amin, amin a véres kövezet látható egy szobába, meg, meg, véres fal, és mindenféle egyéb dolog, ami arra utal, hogy ott embereket Szíriába kivégeznek. Magyar közigazgatásnak sok kreatív ötlete volt ebben az időben. Az egyik, ez a Bunyavác kérdés megoldása, lőzünk der Bunyavácunk frage, hogy most ez németül még szebben hangzik. Itt alapvetően a baranyai háromszög etnikai viszonyainak megváltoztatásáról van szó, és érdekes ennek kapcsán Marosi Ferenc Zágrábi követ levele a külügyminiszternek, ami a következő hangzik. Elképzelhetetlen, hogy még egyszer a történelemben egy olyan horvát kormány akadna, még kész a bácskai horvát bunyavácokat számarányuktól függetlenül is átvenni, amely magyar kormány ezt a nagy stílű kitelepítési akciót meg tudja valósítani, évszázados távlatokban maradandó emléket állít magának és örök szolgálatot tesz a magyar fajnak. Ez még csak a baranya háromszög, ami hál' Istennek nem valósult meg, mert hogy a horvát kormány aztán mégse akarta ezeket az embereket átvenni, de voltak mások is, akik ilyen terveket szövegettek Trianon után, és a legjobb példa erre a turáni származású vert Henrik a magyar királyi honvéd vezérkar főnökének memoranduma 1941. májusából. Ez a memorandum alapvetően arról szólt, hogy Magyarországnak mindenképpen fokoznia kell saját aktivitását a németek oldalán, mert hogy csak is és kizárólag a németektől remélhetjük azt, hogy azon politikai terveink, amelyek számunkra fontosak, végrehajthatóak legyenek és ebben a memorandumban a következőt írja le Vert Tisztázandó volna, hogy Magyarország hogyan kaphatná vissza ezer éves határait, illetve hogyan telepíthetné ki szláv és román nemzetiségeit, így a Kárpát-medence kizárólagosan a magyarság élettere volna, amit a magyar faj töltene ki. Az egy dolog, hogy a magyar fajba Werth nyilván saját magát is beleértette, így némileg inkonzekvensen használta ezt a kifejezést, de a leginkább érdekes számomra az, hogy ennek a tervnek a dimenziói. Tehát képzeljék önök ezt el, hogy a kitelepítés Werth Henrik elképzelései szerint a Kárpát-merencéből minimum 8 millió ember mozgatását jelentette volna úgy, hogy a másik oldalon, akiknek, azt az életteret el kellene foglalnia, az a magyarság, az maximum 15 millió fő, hogyha az amerikai magyarokat hazahozzák, mert ugye ez is szerepelt, aztán külön könyv is született erről, hogy a háború azért is jó, mert hogy a, majd az a, a Amerikai Egyesült Államokból is óriási válság lesz, és akkor majd haza lehet hozni az amerikai magyarokat, és ki lehet cserélni őket a zsidókra. Uh, ezt a Magyar Külügyi Társaság sorozata adta ki ezt a kötetet 1942-ben, tehát komoly emberek. De a lényeg az, hogy itt -Wert visszatérve csinál egy ilyen tervet, és ezt a tervet lerakjuk a méltán rettenetes hírű Generalplan Oszt, azaz német-keleti rendezési terv mellé, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a magyar terv az sokkal ambiciózusabb. A Generalplan Oszt ugyanis, igaz, hogy 30-50 millió ember, áttelepítését és részben elpusztítását irányozta elő, azonban ezt 30-50 év alatt szerette volna végrehajtani, és a betelepülésre volt egy 100 milliós úgynevezett népi massza a népi németekből, akikkel lehetett gazdálkodni. Tehát az arányok azért egy kicsit, hogy is mondjam, jobbak voltak a kitelepítők szempontjából, mint itt, és itt az az érdekes, hogy a Honvéd vezérkarnál mégiscsak, elvileg egy csomó olyan természettudományos dolgot is tanítottak, ami matematikával, meg hasonló dolgokkal függ össze, és Werth Henrik esetében semmi, de semmi jelét nem látni annak, hogy ő ezt tényleg a maga dimenzióiba végig gondolta volna. Más szerencsére helyette ezt megtette, így Bárdosi László miniszterelnök, aki ebből a memorandumból egy nagyon komoly botrányt csinált, mert Bárdosi, aki maga is a németek melletti elkötelezett ö, véleményéről volt ismert, egyébként sokkal több függetlenséget árult el saját magáról, mint Vert és mint számos más ö, katona és politikus, és bárdossi koncepció még 1941 júniusáig az volt, hogy azért a magyar nemzeti érdek nem azonos a némettel, távolságot kell tartani, ha valamit adunk, akkor azért kérni kell valamit, és nem kellene őrültségekbe belemenni, így ezt ki is kérte magának, és el is érte azt egyébként később, nem májusban, hanem a, már a szovjet-magyar háború kitörése után, hogy Henriket leváltsák. Beszéltünk ugye az első előadás során a mi lett volna, ha kérdésről, és a legutóbbi kötetem is viszonylag szélesen tárgyalja ezt és ennek egy elemét itt is fel kell villancsam nevezetesen. 1941 után ugye nem került több területi revízióra sor, és a kormány, illetve a józanabb politikusok, maga Kállai Miklós miniszterelnök is teljesen tudatában van annak, hogy az egész kérdés attól függ, hogy kinyeri meg a második világháborút. Maga Kállai az, aki visszautasít egy ötletet a nyugat, a, az északerdei románok kitelepítése kapcsán, mondván, hogy ez most túlságosan korai erről bármit is beszélni, mert hogyha ők nyerik meg, akkor úgyis mindegy, ha meg mi nyerjük, akkor később kell erről beszélni, de a lényeg az, hogy a magyar történelemben volt egy pillanat még, pontosan sok pillanat volt, de az, hogy mi történik ezekkel a határokkal, ez végleg 1944-ig nem volt lezárva, és pedig azért nem volt lezárva, mert hogy maguk az érintettek, tehát az emigráns csehszlovák, illetve ö, kormány, illetve a román ellenzék is, egyáltalán nem volt biztos abban, hogy vissza lehet térni a trianulni határokhoz. Azt, amit ezen a térképen látnak, azt azon cseh-szlovák és román javaslatok mentén rajzoltam meg, amelyeket 1944-ig erről különböző helyeken különböző politikusok leírtak és mondtak. Magyarán a fikció, amit itt önök látnak, az annyiból egyáltalán nem fikció, hogy van egy reális, tényleges politikai alapja abból a szempontból, mik voltak azok a koncesziók, amelyekre még 1943-44-ig az érintett felek hajlandóak voltak. Ugye, Románia esetében azt tudjuk, hogy 40 augusztusában még magától 14 ezer négyzetkilométer átengedését látta lehetségesnek, azon az előbbi térképen csak 10.000 van, tehát kevesebb. 1944-ig pedig Csehszlovák oldalról szintén különböző mértékben ugyan, nyilván nagyon-nagyon attól függően, hogy éppen hogy állt a hadihelyzet, de azt elfogadták, hogy nem lehet egy az egybe visszatérni a trianoni határokhoz, Nyilván kombinálni kívánták ezt lakosságcserével, ezzel, azzal, de ezek a koncesziók itt voltak. És erre egy példa a következő idézet, amit Stankai Zoltán Genfi magyar konzul küldött el a külügyminisztériumba, miután a csehszlovák emigráns kormány egyik képviselőjével tárgyal, 1944. januárjában. Fontos az időpont. A csallóköz átengedését Kopecki, ez a csehszlovák emigráns kormány képviselője, maga hozta fel Érsek Hújvár említésekor kijelentette, hogy ennek átengedéséről is lehet tárgyalni. Keskeny határsáv hovatartozása vita képezheti. Ellenben Kassa átengedéséről szó se lehet. Kárpát még beszélni is ajlandók, mert erre az Oroszországgal való összekötetésük fenntartása miatt van feltétlen szükségük, gondolták akkor ők. Teszem én hozzá. De most itt van ez a szöveg. Szerintem Elég elfogadható ajánlat van benne, hogy 2023-ból visszanézve, de a ö, magyar politika vezetői ezt nem igazán értették meg. Annak ellenére, hogy a lehetőség ott állt előttük. És hogy mennyire ott állt, azt a következő térképpel szeretném illusztrálni. Ez a térkép mutatja az 1944. október 15-i hadi helyzetet. Éjszakon éppen itt van a szlovák, Nemzeti felkelés. A front így egy nagy ívet ír le, és itt igazából senki földje van. Nem akarom önöket untatni annak a részletezésével, hogy mi múlott ez a dolog, hogy nem sikerült, de azért néhány aspektusát mégis meg kell említsem. Először is a magyar és román kiugrást érdemes összehasonlítani. Mert mindenki azt gondolja, hogy a román kiugrás az egy sokkal jobban sikerült történet volt, ami a végeredmény szempontjából persze igaz. Azonban, hogyha azt nézzük, hogy a gyakorlatban ez a román kiugrás hogy működött, akkor ennek az ellenkezője is igaz. Nevezetesen Románia nem rendelkezett Moszkvában tárgyaló delegációval akkor, amikor kiugrott. Magyarország igen. A román király, amikor azt a bizonyos proklamációját beolvassa a, a román rádióba, akkor valótlanságot mond, amikor azt mondja, hogy ő fegyverszünetet kötött, mert még ezt meg se kötötték. Ugyanúgy Horti is valótlanságot mondott 1944. október 15-én, amikor azt mondta, hogy ő csak fegyverszünetet köt, holott már egyébként ő megkötötte. Felhatalmazása alapján Moszkvában aláírták. A másik különbség, hogy ebből adódóan, hogy a román félnek nem volt aláírt fegyverszünete, az történt, a román király eleve egy hétre kivonta magát az eseményekből, fogta magát, és másnap elment Bukaresből egy kastélyba a Kárpátok lábaihoz. A szovjet hadsereg pedig minden román katonát foggyulaitett, függetlenül attól, hogy megadta magát vagy sem. És amikor a román fél próbált tárgyalni, hogy hát ne vonuljanak be Bukaresbe, ne, ne vigyék el a katonákat hadifogságba, akkor így a szovjet marshalok is széttárták a kezüket, és azt kérdezték, hogy van-e valamilyen diplomáciai megállapodás. És ugye erre csak az lettett a válasz, hogy hát sajnos még nincs. És de szeretnénk, hogy legyen. És akkor a szovjet fél egészen 1944. szeptember, azt hiszem 13-ig vagy 19-ig a szeptemberi dátumban biztos vagyok, akkor rendelte magához a román tárgyaló delegációt, akik azt hitték, hogy itt most valamilyen megbeszélésre fog sor kerülni. Molotov elővette egy tollat, és mondta, hogy lehet aláírni. Semmiféle tárgyalás nem volt. Most ehhez képest a magyar esetben a fegyverszüneti feltételekbe le volt fektetve az, hogy a Magyar Honvédség folytatja a harcot a szovjet hadsereg oldalán. Magyarán nem lehetett volna elvinni jogszerűen a magyar katonákat Szibériába. És hogy ez nem volt lekártyázva ez az egész történet, a román félnek is a konceszió, amit Stálin ígért, az úgy hangzott, hogy megkaphatják Erdélyt, vagy annak nagyobb részét. Ráadásul az, hogy most Erdély pontosan mit jelent, az ugye értelmezés kérdése, mert a párcímot nem kell feltétlenül jelentse. És Stalin alapvetően bár kommunista volt, de nagyon szerette versenyeztetni mind a saját beosztottjait, Lász Zsukov és Rokoszowski versenyfutását versenyfutásán Berlinért, illetve Horti Miklós és Antonescu Marshallt is ilyen szempontból a magyar és a román politikát, tehát őt az érdekelte, hogy ki az, aki többet segít a vörös hadseregnek a nyugatra jutásban, Amennyiben Magyarország segített volna, ezért biztosan lett volna ellentételezés. Megjegyzem, így is volt, mert hogy 1944. október 15-én pont azon a napon kiparancsolják észak már a szovjetek által elfoglalt térségből a román közigazgatást, pont a magyar fegyverszüneti delegáció kérésére. A szovjet fél ennek eleget tesz, ugyanis a moszkvai magyar delegáció Elég sok információval rendelkezett arról, hogy a román közigazgatás mit művel észak erdébe emiatt panaszt tett, és mivel a szovjeteknek fontos volt az, hogy valamilyen módon Magyarország együttműködését biztosítsák, ennek eleget tettek. Ez ott egyébként emberek életének, százaknak az életét mentette valószínűleg meg, gondoljanak csak a szárazajtai vérengzésre és társaira, amik igazából ennek a parancsnak a kiváltókai voltak. Mint ismeretes, ez a kiugrás nem igazán sikerült, és így ezekből a területi vágyakból és követelésekből se semmi, és ezzel az valószínűleg a történelem mind örökre lezárta ezt a kérdést. De még arra talán érdemes gondolni, amit ott fent látnak, ez a szlovák nemzeti felkelés ügye. Amennyiben ez a kiugrás csak félig sikerül, akkor is azzal járt volna, hogy a szlovák nemzeti felkelők a Magyar Királyi Honvédség szövetségesei lesznek. Együtt kellett volna valamit csinálniuk a egyébként nagyon szellős német megszálló erőkkel szembe. Ebben az esetben a benesi dekrétumok a magyarokra biztos nem vonatkozhattak volna, hiszen ha egymás mellett harcolnak a második világháború végén, nagyon nehéz lett volna ezt így érvényesíteni. Ez a példa, ez a térkép is mutatja ennek a történelmi dátumnak az elképesztő fontosságát. Amikor egy hatalom fel is ismer egy lehetőséget, majd képtelnek bizonyul igazából ennek a végrehajtására. Még néhány gondolatot mondanék Trianonról, annál is inkább, mert ugye a köztünk élő Trianon, az magyar valóság számos pontján észtékelhető. Van ez a I. és Gyulához fűzhető idézet, hogy magyar az, akinek fájt, trianon. Ez nagyon jól hangzik. Mégis vannak vele problémák. Egyrészt lehet-e bármilyen politikai véleményt egy nemzethez tartozás kritériumának tekinteni? Nézetem szerint már csak azért sem, mert hogyha van valaki, aki öngyűlölő, attól még lehet magyar. Mint ahogy német is lehet, tehát, hogy valakinek nem fáj trianon, az semennyiben sem csökkenti az ő magyarság potenciáját. Alapvetően ezt nyelvi kérdésnek praktikus talán tekinteni, de hát a magyar lakosság jelentős része nem annak tekinti, és ebben sokat segít, vagy sokat árt pontosabban az úgynevezett trianon biznisz, ami a rendszerváltás óta sajnos mindennapjaink kísérőjévé vált néhány gondolatot ennek kapcsán felírtam, az egyik ugye a Magyar Sziget, valószínűleg önök még nem voltak, én sem, de a Dübörög a Nemzeti Rock című kiváló alkotást, ami dokumentálja ennek a szubkultúrának az ottani életét, ezt nagyon tanulságosnak tartom megnézni. Ami érdekes, hogy az érintetteket, a történeti tények mennyire nem zavarják, a, ugyanis nem volt 64 vármegyet, csak 63, de a, mégis 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalma neve annak a proxy szervezetnek, amelyik jelenleg a Mi nevű proxy pártot képviseli. Illetve ami érdekes, hogy hova, indu, hova vezet valami, amiben nem volt benne a kezdet-kezdetén az, ami most benne van. Nevezetesen a is Szabad Egyetem. Ez egy Teljesen más dolog volt. Ma a tusványosról rögtön hívószavak fognak önöknek beugrani, Orbán Viktor beszédei, illetve hát egy alapvetően Fideszes rendezvény képer rémlik fel. Ez nem volt mindig így. Ez nem volt determinált, hogy ennek így kelljen lennie, mert hogy ez 1990 óta létezik, és a nemzeti együttműködés rendszere igazából a 2000-es évektől tudta ezt csak sajátjának kisajátítani. Mi a legfontosabb uh, talán azért ebben a Trianon történetben az a viktimológia, mint magyarázó elv. Mit értek ez alatt? A viktimológia ugye az egy áldozat szemlélet, áldozat narratíva, ami arról szól, hogy mi vagyunk az áldozatok, ti vagytok a tettesek. Ez alapvetően minden országban működik tökéletesen, és a Kocsma színvonalán ezt mindenütt hallani is, Görögországban, Németországban, hogy mások mennyire rosszak voltak velünk, mi védtük Európát, mindenki védte Európát a törökök elől. Ezt a román köztudat is előadja, a szerb is, hogy ők Európát védtek, és mennyit véreztek érte. A magyar is, miközben Bécs előtt valószínűleg egyébként együtt harcoltak a Bécset védő csapatokkal szemben. A lényeg az, hogy a viktimológia mindenütt létezik, azonban általában boldogabb országokban az emlékezett politikát mégiscsak tudományos termékek segítségével is desztillálják. Az az ország, ahol ezt a viktimológiát, a nemzeti szenvedés narratíváját középpontba helyezik, ilyen is van egy pár Európában, alapvetően a Balkánon találhatóak, mint például a Görögország, illetve hát Magyarország is ebben a kategóriában mozog most már, ami azt jelenti, hogy az egész nemzeti elbeszélés történet ennek lesz magyar, elő, alárendelve, és ez néha, néha egészen szomorú helyzetekhez vezet. Ilyen ez a bizonyos nemzeti összetartozás emlékműve a Kossuth téren, ami látszólag egy teljesen jogos igényt elégítenek ki, hiszen tagadhatatlan, hogy valami korábban Magyarországhoz tartozott, most nem hozzá tartozik, és ez nekünk is egy nyelvi vesztesség. Erre utaltam korábban a statisztikák megmutatásával. Ez a Nemzeti Összetartozás emlékműve azonban úgy tesz, mint az, az 1913-as helységnévtár az lenne a releváns forrásbázis, és ez azért problematikus, mert hogy pont 1913 előtt történt a Magyar lakossággal egyáltalán nem rendelkező szlovákiai, illetve erdélyi fal, nem magyar nevű falvaknak a magyarosítása. Tehát itt rengeteg olyan nevet találunk, amit egyébként soha nem hívtak úgy az ott élők. Az a veszteség, hogy ők nem mi vagyunk, nem egészen ugyanaz a veszteség, mint hogyha szatmárnémetiről, érsekújvárról, losoncról vagy Léváról beszélünk de ez a nemzeti összetartozás emlékműve előtt semmilyen módon nem lesz tematizálva. A látogató csak azt látja, ez milyen volt és elveszett. És végül két magyar szerzőt szeretnék mutatni. Nagyon érdekes, mert mind a két magyar szerző nagyjából ugyanakkor élt és alkotott. Mind a kettő emigráns volt, ehhez képest a két személynek a helyértéke gyökeresen eltér. Az egyik Vas Albert, ezt könnyen ki lehet találni, a másik Márai Sándor. Vas Albertnek Magyarországon már két évvel ezelőtt is több mint 60 köztéri emlékműve volt, és gyakorlatilag a magyar településeknek nagy részén van már Vasalbert Albert utca, Olasziszkán például van. Mára Márai Sándornak négy darab emlékműve van a kárpát medencében de ebből kettő nem a mai határokon belül. Miközben a két szerző közül azt gondolom, hogy Márai Sándornak az életműve nemzetközileg mindenképp ismertebb, szerencsére. De hát ezt választotta a magyar társadalom. Lehetett volna egy olyan konzervatív, liberális, európai gondolkodót, aki alapvetően olyan kategóriákba írta le az életet, amit mások is értelmezni tudnak. Akinek a regényeit millió számra adták el különböző nyugati országokba, és lehetett a, az erdélyi grófot, akinek az, emli, az életműve alapvetően a nemzeti fájdalomról, erről a viktimológiáról szól. Arról, hogy mi vagyunk az áldozatok, a másik pedig a tettes. A magyar társadalom múlik, és annak vezetőin, hogy kiket választ, hogyha emlékeztetni kíván. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.